A kincsem tótükre. Sorozat a 60-i volt cukorgyári tavak élővilágáról. A tó vize csendben fodrozódik, enyhe szellő ringatja, amerre a szem ellát susogó nádas oltalmazza. Ideben egy külön világ, madarak hüllők birodalma, odakint a külvilág zaja. Tél. Állandó vendégek. Amikor a kincsemtó tükre teljesen befagy, és vastag hótakaró borítja a tájat, olyankor szinte teljesen kihaltnak tűnik a tó. De ez csak a látszat. Ha sokáig nézzük a tájat, megláthatjuk a napi változásokat is. A változékony idő, a melegebb nappalok, hidegebb éjszakák megtöredezik a tó jegét, érdekes mintázatokat rajzol a felszínére a természet. Vannak olyan téli napok is, amikor csak fagypont körül van a levegő, ilyenkor éjjel tükröződik ismét a víz, körtáncot járnak a holdvilágból a fénykarikák rajta. Az est folyamán, ahogy lemegy a nap, fürdenek, lubickolnak a hideg, fagyos vízben a récék. Máskor a befagyott tó partján, a nádas szélén, az elfagyott korhat ajnövényzetet csipegetik, kotorásszák. Keresik a táplálékot, hogy túléljék a fagyokat. A hófötte nádasban nagyon kevés ugyanis az elérhető táplálék. Csak néhány kék cinege és nádi sármány mozog ilyenkor benne. A nádi sármány, mint neve is mutatja, kimondottan a nádasokhoz kötődő madárfaj. Télen azonban gyakran láthatjuk utak, mezőgazdasági területek környékén is, ahol a havas időszakban is talál magának magvakat. A vörösbegy rövid távú vonuló, a magyarországi állomány főként a Mediterránumban tölti a telet. Az utóbbi években ugyanakkor egyre enyhébb az időjárás, így egyre több példány próbálkozik meg az átteleléssel, itt remélik a tavaszt. A kincsemtó állandó vendégeivel együtt a kopasz ágon várják a fagy elmúltát. A film az Ökoplán Tájvédelmi és Környezetfejlesztési Egyesület megbízásából készült. Közreműködött Olajos Zoltán. Operatőr Szopkó Tamás, Jakab Tibor. Szerkesztette és rendezte Libman Katalin. Külön köszönet a Bükki Nemzeti Park igazgatósága szakmai tanácsadásáért.